A vidám hangulatú ünnepség egy látványos felvonulással kezdődött, ahol őszi dekorációkkal feldíszített traktorok és járművek vonultak végig a városrész utcáin. A helyiek frissítő italokkal és házi készítésű süteményekkel fogadták a konvojt, ezzel is fokozva a szüret ünnepi hangulatát. Fontos, hogy az embereket a régi hagyományokra ápolására szoktassuk, illetve hagyományokat meg is éljük, így gyerekekkel, családokkal, szülőkkel közösen igyekszünk részt venni olyan programokon, olyan programokat szervezni, ahol együtt tudunk lenni, mert a közösségépítés, azt valljuk, nagyon fontos, és mindezt úgy, hogy a hagyományunkat őrizzük, az meg azt gondolom a legeslegjobb. Az andrásidai, aki már több évtizedes hagyomány szerint mindig megemlékeznek a fontosabb ünnepekről. Ebből a szüreti mulatság sem maradhatott ki, mivel fontos része a közösség életének. Folyamatosan nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy ápoljuk a néphagyományt és mindenfélét, ami a hagyományőrzéshez kapcsolódik. Idén is, úgy, ahogy minden évben megrendezzük ezt a szüreti programunkat is, az elején felvonulással, később pedig színpadi műsorral. A menet az Öveges József Általános Iskola belső udvarán ért véget, ahol kulturális programok várták őket. A színpadon a helyi óvodások, iskolások és hagyományőrző csoportok mutatták be műsoraikat. Az iskola udvarán kézműves foglalkozások válnak, finom vacsorát főznek a többiek, lesz este bál, aztán különböző programok lesznek. Néptáncosok lépnek fel, akkor zenészek jönnek, cigánytáncosok, itt a helyi csapatból a táncművészek vagy táncosok lépnek fel. A gyerekek népi fajátékokkal játszhattak, míg az árusok popcornnal és kézzel készített termékekkel várták a látogatókat. Az estét vacsora és vidám táncos mulatság zárta.